Köszönöm szépen, tisztelt ház. Már több alkalommal elmondtam itt önök előtt, sokakkal együtt, hogy a paksi paktum Orbán Viktor kormányzásának egyik legrosszabb döntése volt. Már a megalkotásának pillanatában világosan látszott, hogy történelmi hiba drága és évtizedekre meghatározza Magyarország sorsát. A paksi paktum nem született volna meg, ha Magyarország energiaellátásának kérdését a nevezett környezeti vizsgálatok árampiaci előrejelzések birtokában megvitatta volna a szakmai közvélemény és a politikum. Mindez nem történt meg. A paksi paktum ezért csak arról szól, hogy Putyin atomerőművet akart exportálni Európában, és ehhez a Fidesz kormány asszisztál. Ez a döntés drága, ez a döntés káros. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy érvényben van ez a megállapodás, de nem nagyon tudunk semmit róla. Úgynevezett paks-vakságban szenvedünk. Nagyon veszélyes ez a kor, mert nem látjuk, hogy hova vezet, merre tart. Az orrunknál fogva vezet bennünket valaki. Amennyiben ez a bizonyos eseti bizottság feláll, valamennyit lehet talán a paksvakságon enyhíteni, ezért az Együtt PM képviselői csoportja nevében mindenképpen támogatjuk a felállítását. Köszönöm szépen. Köszönöm.